Az elmúlt évben újult meg a nyírteleki görög-katolikus templom tetőszerkezete. A homlokzatán és a lábazatán azonban látszik, hogy további korszerűsítésre van szükség. Most a szükséges forrás is megkapja a gyülekezet a munkához. Az állami templom felújítási programra sikeresen pályáztak és nyertek pénzt. Nyírteleki görög-katolikus templomnak a külső felújítására fog sor kerülni. Ez a homlokzatnak, a szigetelésnek a végbevitelét, illetve az árkád és a nyilázároknak a felújítását foglalja magában, körülbelül 15 milliós keretből. Ennek a megvalósítása már akár holnaptól kezdődhet, és a befejezési határideje az 2022. május 31. Nyírteleken nem ez az egyetlen templom, ami a program részeként megújulhat. A város evangélikus és református temploma is kapott forrást a korszerűsítésre. Ez a templom felújítási program nagyon sikeres volt a Szabolcs 2-es választókerületben. 20 település tartozik ide, plusz Nyíregyházának egy kis része, és elmondhatom, hogy 16 település nyert. Én azt szoktam mondani, hogy 16 plusz 1, mert 16 település nyert, elsősorban nagy számban a görögkatolikusok és a reformátusok, de nyert egyet-egyet a római katolikus, a tiszalöki templom felújítására, illetve az evangélikusok itt nyírtelken. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy ez a 16 pályázat sikeres volt, és van még egy plusz, mert nem olyan rég tettük le az alapkövét a Szent Anna katolikus általános iskola tornacsarnokának, vagy sportcsarnokának, Palánki Ferenc püspök úr jelenlétében, és ott pedig saját erőből fejlesztenek. Tehát azt tudom mondani, hogy nyírteleken mind a reformátusok, mind a evangélikusok, mind a görögkatolikusok, mind a rómaiak, a római egyházhoz tartozók nyertesei ennek a templomfelújítási, illetve iskola felújítási programnak. A megyei templomfelújítási program bejelentésén Soltisz Miklós, a miniszterelnökség egyházi ügyekért felelős államtitkára is részt vett. Azt mondta, a Kárpát-medencében összesen 1800 templomot felújító programból 137 érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei emberek, az itt élő hívő emberek mindenképp jól vették ki a részüket, legyenek papok, lelkészek, parókusok, hiszen összességében 49 katolikus templom, 85 református templom, 2 evangélikus templom és 1 zsidó felekezeti imaház fog megújulni. Ez annyit jelent, hogy 130 templom tehát, amely megújulhat, 1 milliárd 883 millió forintból, tehát közel 2 milliárd forintból és 108 településen. Az állami templom felújítási programot idén húsvétkor jelentette be a kormányzat. A nyertes 1800 templomból 1400 Magyarországon található, míg további 400 a határon túli magyar lakta területeken. A teljes program 26 milliárd forintból gazdálkodik.